Köszöntöm nézőinket, Önök Völgységi Magazin műsorunkat látják, Ragoncs Rita vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Nemzetközi kolbásztöltő fesztivál kétjén. Történelmi győzelmet arattak a bonyhádi strand focisok. 34. alkalommal rendezik meg a bukovinai találkozásokat Bonyhádon. 4. alkalommal tartották meg Kétyen a Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivált a rendezvényre, ezúttal is több százan érkeztek a Kárpát-medence azon településeiről, amiknek a nevében előfordul a kéty betű kapcsolat. Az idei programok különlegessége az volt, hogy a húsételek mellett a mézből készült finomságoknak is nagy szerep jutott. Egész délelőtt sültek a finomabbnál finomabb ételek a tárcsákon, Kétyen megtartották a településen már hagyományosnak számító kolbásztöltő fesztivált. Az idei programon 20 csapat készített ételeket, és voltak, akik igazán különleges ínyenségekkel készültek. A Kis Dorogról érkezett vendégek például egy citromos különlegességet hoztak el. A receptet egy évvel ezelőtt fejlesztették ki, azóta pedig akárhol bemutatják, nagy sikert aratnak vele. Citromot reszeltünk bele 5 kilóhoz 3 darabot, a levét is beleraktunk, raktunk bele borsikafüvet, sót, fehér bors, egy kevés fekete bors, és snidlinget vágtunk bele egy olyan marékkal, só, összekevertük, és utána ízlés szerint még, hogy na, mi is kell bele. A Kétyi Kolbásztöltő Fesztivál egyben egy különleges testvértelepülési találkozó is. A Kárpát-medencében ugyanis nem csak a magyarországi falu nevében fordul elő a kéty szó. Lengyelországban egy kisvárost szintén így írnak. Felvidéken pedig érsek kétyiek is élnek. A három kéty lakói minden évben együtt ünnepelnek idehaza egy nyári napon. Idén pedig csatlakozott hozzájuk egy csehországi település is. Szeretettel várnak mindig, és mindig megismerünk új embereket, mint most. Képzeljétek el, hogy mi most tocsnit sütünk a mi tárcsánkon, és kaptunk kölcsön a itteniektől egy tárcsát, hogy kisütjük a kolbászt. És így egyszerre tudunk végezni. A tocsnival, meg a kolbászt is. Otthon már elő volt készítve a 10 kilóhoz minden. Nálunk állítólag az a titok, hogy teszünk bele vörösbort, de most elfelejtettük. Ezért lesz jó a mai. Mi felvidékről jöttünk, huszan jöttünk. A mi titkunk, hogy mi is kétiek vagyunk. Felvidéki kétiek. És mit mondják? Hát ismerjük itt a települést, nem először vagyunk itt. Mihecskének öltözött helyi gyerekek adnak műsort a színpadon. Az idei Kétyi Kolbásztöltő Fesztivál különleges volt, hiszen a húsételek mellett a méhészet és a méz is nagy szerephez jutott a rendezvény során. Mi helyi méhészek vagyunk, és a falu napon ezen a rendezvényen megmutatjuk a kis méhészetünket, amit ki tudtunk ide vonultatni, egy látványkaptárt, egy új kaptárt, és a gyerekeknek azt találtuk ki, hogy méhviaszgyertyákat hengerítünk. Lehet kóstolni majd később mindenféle mézeket, eszközöket, füstölőt, kaptárszolgát és állarcot hoztunk. Egy kicsit kihozzuk ide a méhek szeretetét és a méhek illatát. Nagyon szeretem az életem vezérvonala a méhészet. Ennek élek már 20 éve, és ezért van ez a nagy buzgóság. A programokat egy nagyszabású nemzetközi, a V4 országok részvételével zajlott méhészeti konferencia keretében szervezték meg. Az idei rendezvénynek egyébként az a címe, hogy a visegrádi országok kulturális és gazdasági kapcsolatainak elmélyítése a méhészet és a mézből készült termékek segítségével, és ez most a 4. kolbásztöltő fesztiválunk, amiből 3 nemzetközi lett, ez is nemzetközi, és egy a Covid miatt csak egy ilyen sima kolbásztöltő volt, de egyébként pedig idén is eljöttek hozzánk a testvértelepüléseink delegációi, akik a saját szájuk íze szerint készítették el a kolbászukat, és nagyon sok olyan ételt készítettek még, amit majd itt bemutatnak. Most
a hátunk mögött az a programelem következik, hogy most a négy ország így sikeredett, mert hát mi is sütöttünk, és akkor így a négy ország mézből készült termékeinek a kóstoltatása következik nagyjából egy pár perc múlva. Külföldről a felvidéki testvértelepülésünk Érsekkéty, a lengyel testvértelepülésünk Kenti, ugye mert az elbetű alatt az a jel től lett ez Kenti, Y helyett, tehát ő nem mond Y-t, két, és ezért így lett a neve, de hogyha úgy nézzük, hogy például ha a honlapunkat nézzük egymásét, akkor www.kegy.hu, kegy.sk és kegy.pl. És nagyon nagy örömünkre csatlakozott ehhez a három kégyhez egy cseh település, Brezova nevű cseh település, és így megvagyunk a visegrádi négyek, és nagyon jó kis pályázatokat írunk mi itt Magyarországon ebbe a visegrádi programba, amit ők is nagyon szeretnek, tartalmas programokkal tudjuk megtölteni ezt a napot, és mindenki nagyon jól érzi magát. A délelőtti gasztronómiai programokat délután kulturális fellépések követték, a résztvevők pedig éjszakában nyúlóan mulattak. A bonyhádi strandlabdarúgó csapat idén-nyáron történelmet írva bejutott a Bajnokok Ligájába. A hatalmas sikert elért fiatalokra méltán lehetünk büszkék, ugyanis a közép-európai kupa küzdelmeiben Balatonlellén olyan csapatokat győztek le, mint a román bajnok AST Vezdéva, illetve a magyar aranyérmes Újhartyán BSC. A bonyhádi BFC csapata már 20 éve vesz részt eredményesen a megmérettetéseken. Hát szép sikereket értünk el már a korábbiakban is. Gondolok itt arra, hogy többször jutottunk a felnőtt bajnokság döntőjébe is, több ezüstérmet is szereztünk, bronzérmet is szereztünk, illetve voltak tehát emellett is jó eredményeink. Eljutottak játékosaink egészen a válogatottságig is. Utánpótlás korosztályokban pedig több korosztályban is nyertünk magyar bajnoki címet. Hát ami még hiányzott a palettából, az a felnőtt bajnoki címnek a megszerzése. Ezzel együtt ugye a nemzetközi kupaszerep és a Bajnokok Ligájába való eljutás. És nagyon örülünk neki, hogy ez most idén sikerült. Mivel a strandfoci egy idénysport, nem könnyű egész évben edzésben tartani a csapatot. De a fiatalok rendkívül elhivatottak és lelkesek voltak. Hátunk mögött látszik a strandlabda pálya, ez lényegében a csapatunknak az otthona. Itt szoktunk felkészülni a nyári, mert strandlabdugás igazából egy ilyen idénysport, főleg Magyarországon, ahol az események többségét illesztik a többi bajnoksághoz, főleg a nagypályás bajnokságokhoz, mert világszinten azért nagyon sok, főleg válogatott esemény zajlik az év többi hónapjában is. Mint ahogy mondjuk például februárban lesz Dubájban a következő világbajnokság, de Magyarországon ez eléggé egy idényre szorítkozik, erre a nyári időszakra, és a bajnokságok előtt, illetve a különböző események előtt itt a háttérben látható strandlabda pályán szoktunk felkészülni. A történelmi győzelmet most a Balatonlellei homokon sikerült bravúros játékkal megszerezni, ezzel bejutva a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Az utolsó pillanatban került át ez a torna Balatonlellére, mert eredetileg Budapesten a Sandlandon lett volna tartva, áthelyezték a helyszínt, kicsit be is kavart itt a szervezési dolgokba. A közép-európai kupát rendezték meg Balatonlellén ezen az elmúlt hétvégén, és szerencsé, ahova több nemzetközi csapat is meg volt hívva, és hát ezen sikerült szerencsére nagyon jól szerepelnünk. Tornán 6 csapat vett részt, a 2-3-as csoportba osztották az együtteseket, mi bekerültünk egy viszonylag nehéz csoportba, mert megkaptuk a magyar bajnokot és a román bajnokot a hármasunkba, ebből kellett kivívnunk a továbbjutást. Szerencsére ez sikerült, és a
fiatal csapatunk ez olyan lendületet kapott ettől, olyan magabiztossá vált, hogy onnantól kezdve már az elődöntőt is és a döntőt is mondanám, hogy magabiztosan hozta, de a döntő ennél azért izgalmasabbra sikerült, meg egészen drámai küzdelmet hozott a két, lényegében két válogatott sorra fölálló Újhartyán ellen, amely végül is büntető párbajban a legvégén dőlt el, és hát az idegek harcát, ahogy mondani szokták, mi bírtuk végül is jobban. Méltán lehetünk büszkék a fiatal fiúkra, akik ekkora megmérettetésen most szerepeltek először. A középpályás kupa megnyerésével Magyarország legjobb csapataként bejutottunk a Bajnokok Ligája csoportkörébe, amely itt a sportág jelezetesébe adódóan, mert a bajnokságok azok még sok helyen, akár szeptember végig is eltartanak. Ez a következő évben lesz, az idei sorozat az már lezajlott. A következő évi Bajnokok Ligája küzdelmeibe bekerültünk a csoportkörbe. Ennek a helyszíne már valamikor novemberbe kerül kijelölésre. Ugye ezt is megpályázzák, és a Nemzetközi Szövetség akkor fogja eldönteni, hogy mely helyszínen. Itt Európa top csapatai vesznek részt a világ legjobb játékosaival, mert ugyanúgy, ahogy mondjuk a labdarúgásba, az európai top csapatokba a világ különböző pontjaiból a világ legjobb játékosai játszanak, és velük fogunk majd találkozni. A lebonyolítás az hasonló a nagypályás Bajnokok Ligájához, itt is csoportküzdelmekkel kezdődik, és aztán lesz egy kieséses szakasz, ami eltérő ez esetben, hogy ez egy helyszínen kerül lebonyolításra, tehát a kijelölt helyszín egy 10 napos sorozatot bonyolít le, és a 10 nap alatt játsszák le a Bajnokok Ligájának a meccsét egészen a döntőkig. Reméljük, itt is a legjobbat fogják tudni kihozni magukból a völgységi fiúk, amikor Európa legjobb játékosaival mérik össze majd tudásukat a küzdelem sorozatban. 34. alkalommal rendezik meg a Bukovinai Találkozások elnevezésű Nemzetközi Folklor Fesztivált Bonyhádon és a környező településeken. Az augusztus első hétvégéjén tartandó eseményre több mint 600 fellépő érkezik majd a határon túlról. Idén Bonyhád város önkormányzata és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége mellett már a Magyarságháza is részt vesz Csibi Krisztinával az élen a bukovinai találkozások létrehozásában. Az igazgató, aki már sok-sok éve szervezője a fesztiválnak, elmondta, nagy öröm számukra, hogy részt vehetnek ezen a rendezvénysorozaton, hiszen a Magyarságházának is célja a külhoni magyar vagy akár a székely kultúra őrzésre. Abban a szerencsés helyzetben van részem, hogy most már 3 évtizede egyik szervezője lehetek a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztiválnak, és nagy öröm érte az idén a Magyarságházát, az egyik szervezője lehet az idén ez az intézmény is, Bonyhád város önkormányzata és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége mellett. A fesztiválnak nagyon régi múltja van, és igyekeztünk ennek megfelelni. Az idén is 600 fellépő lesz, a szombati napon például 16 órától a Perccel utcán a szokásos útvonalon 600 viseletes ember fog felvonulni, bemutatni táncaikat, dalaikat. Az idén Romániából és Lengyelországból érkeznek fellépők, Ukrajnából sajnos az idén nem, a háborús körülmények miatt, viszont határon túlról, Pancsováról, Maros Ludasról, Déváról, Csernakeresztúrról érkeznek hozzánk vendégek, lesz egy teljesen új csapat, akik nemrégiben kezdtek el foglalkozni Lőrinc Beáta segítségével a bukovinai anyaggal. Ők a Cédrus táncegyüttes fiatal csapat, akik Budapest mellett Solymáron foglalkoznak ezzel az anyaggal, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk őket is. És természetesen itt lesz közel 40 magyarországi hagyományőrző egyesület a két napon. A Folklor Fesztivál 3 napja során számtalan remek program biztosítja majd a jó szórakozást, valamint azt, hogy az érdeklődők elmélyíthessék ismereteiket a bukovinai székely hagyományok terén. Azt a célt is szolgálja az esemény, hogy az itt élők megismerhessék a külhoni magyarokat, a meglévő kapcsolatok mellé akár új barátságok is szövődhessenek. Az idén a kísérő rendezvényeket is igyekeztünk egyre gazdagabbá tenni. Az örökség sátorban 3 kiállítás várja a látogatókat, a Teveli Székelykörnek van bukovinai székelyviseletes baba kiállítása, az idén 150 éves
Sebestén Antal esperes plébános, a Hadikfalviak utolsó plébánosa, az ő emlékének szentelünk egy kiállítást, illetve tavasszal nagyon nagy sikerrel indult útjára a mesemondó versenyen egy rajz verseny, az ebből az alkotásokból a Művelődési Ház ablakán látható egy kiállítás. A gasztronómia sátorban, a Székely Konyha sátorban az idén is várjuk a kóstolni vágyókat. Ha jól tudom, akkor Juturos Puliszkával, Máléval, illetve Angyalbögyölővel várják az érdeklődőket, és egész napos, tehát délutántól, bocsánat, tehát egész délutános estig tartó folklor műsor lesz a szabadtéri színpadon. A fesztivál első napján délután tartandó szentmise és ünnepélyes megnyitó után már el is kezdődnek a fellépések, amit majd Székely Bál követ este 9 órakor. A gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt szórakoztató fesztiválnak minden bizonnyal a fénypontja lesz a szombat délután Bonyhád belvárosában zajló népviseletes utcai felvonulás. De a vasárnapi úgynevezett szomszédolás is, ahol végigjárják majd a környékbeli településeket. A Magyarságháza most már 12 éves múltra tekint vissza. Az elmúlt időszakban elsősorban külhoni magyar produkciókat hoztunk Budapestre, Magyarországra, a különböző nagyvárosokba, sőt kisfalvakba is juttattunk el, akár mese délelőttünket, akár színházi előadást, könnyűzenei koncertet, könyvbemutatót. Most is folytatjuk ezt a munkát. Nemrég nyitottunk egy galériát a Nádor utca 17-ben, az 5. kerületben Budapesten. Ide tervezzük szeptembertől a kisebb rendezvényeinket. 3 havonta lesz újabb és újabb kiállításunk, ami talán megkülönböztet az összes többi kulturális intézménytől bennünket itt Magyarországon ezen a palattán, hogy majdnem 90%-ban elmondhatjuk magunkról, hogy külhoni produkciókat vándoroltatunk a Kárpát-medencében, diaszporában, Magyarországon. A minden magyar összetartozását jelképező Magyarságháza célja, hogy az ország határain innen és túlélő magyar közösségek közötti kapcsolat erősödjön, az egymás iránti felelősségérzet elmélyüljön. Legyen a nemzetnek egy pozitív magyarság képe. Ennek jegyében vesznek részt most a bukovinai találkozások szervezésében. A szervezet ingyenesen látogatható programokkal, különböző kulturális rendezvényekkel várja az érdeklődőket egész évben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!